Zöldségesnél nagyobb boltokban kapható, persze szezonálisan gesztenye, melyből pár perc alatt igen ízletes csemegét készíthetünk. Miután előkészítettük a szükséges eszközöket, vegyük elő a korábban megvásárolt gesztenyét. Szedjük át az egészet egy nagyobb tálba, és engedjünk rá némi vizet. Először csak tisztítunk, így a megtelt tálról öntsük le a folyadékot, ügyelve arra, hogy ne essenek ki a gesztenyék. Ezután töltsük meg a tálat újra vízzel úgy, hogy elfedjen mindent. Körülbelül 10-15 perces áztatás után egyenként be kell vagdosni a gesztenyét. Erre azért van szükség, hogy jobban megpirúljanak, illetve hogy könnyebben le tudjuk szedni róluk a külső burkot. A bevágás menete nagyon egyszerű. Tegyük le az asztalra és kis kereszteket vágjunk bele. A kész darabokat már is elhelyezhetjük a tepsibe. A sütőt gyújtsuk be, majd a már megtelt tepsit helyezzük bele. Állítsuk maximumra a hőfokot és várjunk türelmesen. Néha nézzünk rá a készülő csemegére és figyeljük, ahogy fokozatosan egyre jobban kinyílnak a gesztenyék. Ha már kellően megpirultak, akár ki is vehetjük véglegesen. Rövid hűtés után elkezdhetjük pucolni a gesztenyét, eltávolítva a kemény és ehetetlen részét. Egyes darabok könnyebben, mások nehezebben fognak elszakadni, de megéri. A kész finomság laktató és igen kellemes.